Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok, és ez itt a Pokémon Go sorozatomnak a harmadik része. Az előbb már elértem a negyedik szintet, és az inkubátorból végre kikelt a Pokémonom, és nem más lett, mint egy Voltorb. Úgyhogy most beraktam egy másik tojást, úgyhogy ő is egy 5 kilométeres, hamarosan ki fog majd remélhetőleg kelni, és most útra keltem, hogy akkor végre elérjük az ötödik szintet, és reméljük, hogy sikerülni fog ebben a részben, és végig kíséritek most ezt velem. Ja, még annyi, hogy egy kicsit csalok, mert biciklivel megyek. Most használni fogok egy kis segítséget, ugyanis egy ilyen instant el fogok használni. Ennek a segítségével a vad pokémonokat ugye 30 percig így a közelembe tudom csalni. Ja, úgyhogy ez tök hasznos lesz, és remélhetőleg így több fel fog bukkanni így tényleg az utam során. És akkor elindult ugye a számláló, és akkor valószínűleg most már így sokkal könnyebb lesz a dolgom. És ja, rögtön itt is van egy pokémon. Méghozzá, hát ezt annyira nem szeretem. Ugye Zubat, az a baj vele, hogy láttátok az előző videóimból, ugye Zubatot nem annyira tudom jól elkapni. A labdákkal lehet így trükközni, hogy így fogjátok amúgy, és így tekertek rajta, és úgy dobjátok el. Na, megvan Zubat, úgy néz ki. Jó Zubatot fogtam, mert a CP-je, ugye az erejűsége az 56-os, úgyhogy ja. Egy gyors kis helyzet jelent, és nagyon jó volt, hogy elhasználtam ezt az Incent, mert már 4 Pokémon sikerült befognom, és köztük van például egy új is, ugye Widul. Widult is fogtam, már 2 Widult, ez Sparrow volt, és egy Pidgeot, úgyhogy ez jó kör volt, úgyhogy megyek tovább, és akkor úgy tűnik ennek a segítségével tényleg tök gyorsan lehet fejlődni. Még csak 15 perc telt el, de most már szereztem 2 medált, mert elkaptam 10 Pokémont, meg már 10 kilométert mentem, ami ja, végül is most bicikliztem félig, meg mentem is, ja. Úgyhogy lehet ilyen medálokat is szerezni benne, ez tök jó újdonság, ezt nem tudtam eddig tényleg. Amiről még nem beszéltem amúgy, hogy ugye mindig kapunk ilyen cukorkát, meg ilyen fejlődési pontot végül is, és úgy lehet a Pokémonokat ugye fejleszteni, meg majd ugye tovább fejleszteni, meg ugye ja, tápolni őket végül is. Úgyhogy ezt majd mindjárt meg fogom nektek mutatni egy következő bevágásban. Megfogtam a legelső Venomotot, és ő a legerősebb Pokémon, ami most van, méghozzá CP99-es. Úgyhogy ez tök jó. Lefogyott a program amúgy, úgyhogy ezt nem tudtam megmutatni nektek, meg én sem láttam, hogy ahogy beregisztrált a Pokédexbe, de szerencsére ilyenkor ugye megmaradnak a Pokémonok. És elfogyott ez az incense, ugye ez a csalogató, de nem is baj, mert rengeteg Pokémon befogtam most, még nagyon örülök, ugye... Hát nem is tudom mennyit fogtam, de nagyon sokat. Kb. 1-2-3 szeretném... Hát vagy 20-at befogtam, az biztos, úgyhogy fél óra alatt, biciklivel, jó van, kicsit csalva, de nagyon megérte szerintem. És az XP pontom is ugye nagyon megnőtt, most már nem sokat tényleg level 5-ös leszek, úgyhogy... Én még ebben a videóban megélitek, hogy 5-ös szintre lépek. És akkor, ahogy ígértem, nézzük meg, hogy hogyan lehet a Pokémonokat fejleszteni, esetleg tovább fejlődni. És nem is tudom, melyiket fejlesszük. Mondjuk jó lenne ugye Charmandert, mert ugye őt választottam. Hát, de ahogy fejlesszük őt. Itt van egy Power Up. Rákattintunk, ugye mutatja amúgy, hogy van 4467 ilyen Stardustom, meg ugye Charmander cukorkámból van 3 darab. És akkor Power Up-oljuk. Igen, fejlesszük.
Na, plusz 13 CP-t kapott, úgyhogy most már 25-ös a CP-je. Közben amúgy rájöttem, hogy minden Pokémonhoz tartozik Pokémon specifikus cukorka, tehát például Charmandert ugye még most itt kerül neki 200-ból, meg egybe ugye itt neki, hogy powerápoljam, de viszont, hogy tovább tudjon fejleszteni, 25 Charmander cukorkára lenne szükségem, és hogyha jól gondolom, akkor ezt ugye úgy tudom megszerezni, hogyha befogok még Charmandert. Tehát, ja, még egy pár darab Charmander be kéne ahhoz fognom, hogy őt tovább tudjam fejleszteni, ugye fejlődjön át. De ha már a Venonat ugye a legerősebb Pokémonom, akkor őt powerápolom. És yes, igen. Wow, 15-öt kapott pluszba. Tök szuper. A HP-ja is megnőtt amúgy. Fejleszünk még rajta, hogyha tudok. Aha, tudok még. Fejlődj. Nagyon jó, most már 128-as. Most már tényleg jó a legerősebb Pokémonom. Akkor összegezően, mert most már tényleg így rájöttem, hogyha elkaptok egy Pokémont, akkor kaptok ilyet a lényegben ilyen XP-szerűséget, meg ilyen Pokémon-specifikus cukorkát. És akkor lehet őket power-up-olni, ugye erősíteni, akkor ugye írja, hogy mennyi olyan XP-be kerül, meg ugye mennyi cukorka kell hozzá, és ilyenkor általában kevés cukorka kell neki. De viszont, hogyha azt akarjátok, hogy tovább fejlődjön ugye a Pokémon, ugye egy magasabb szintre lépjen, ugye akkor más lesz a neve, meg máshogy fog kinézni, meg ugye erősebb is lesz, akkor általában tényleg ilyen 25-50 ugye cukorkát kell neki adni, de ugye olyan fajta cukra csak úgy tudtok szerezni, hogyha olyan Pokémont kaptok el, mint ő. Úgyhogy hajrá, lehet befogni itt egyforma Pokémonokat. Amit látjátok, most majd a Pokémonból is megérkezett az éjszaka, kezd ugye sötétedni, de már nem sok kell, hogy az 5-ös szintig, szerintem most már nem fogom elhasználni ezt a másik inszént, hanem próbálok még gyorsan fogdosni ugye a Pokémonokat, és akkor most a végre meg lesz az 5. szint. Muszáj volt elnyomom egy ilyen incense, ilyen csalogatót, de milyen jól tettem, mert fogtam egy Mew-t, és utána meg el is értem az 5. szintet, úgyhogy most már tudok menni harcolni. Yeah! Hoppa, hoppa, hoppa! Itt van a tojás, most fog kikelni pont, úgyhogy nézzük meg, hogy mi lesz benne. Ez izgatott vagyok, hogy mit fogtunk, mi van benne, vagyis mi kell ki. És... wow! Na, ilyen még nincsen. Ez pedig egy... mindjárt mondom? Bellsprout! Tök szuper! Úgyhogy ez is kikelt. Kaptam szépen érte 1000 XP-t. Nagyon jó. Úgyhogy most berakott még egy másik ilyen pokétojást a keltetőbe. Mondjuk legyen ez. Inkubáció. Yes. Start. Na, rak be. Ez az. Úgyhogy újabb 5 km múlva kikel egy másik Pokémon ugye a tojásból, és... ja, ma már ugye azzal kezdtem akkor végül is, hogy kikelt egy Pokémon. Még egy Pokémon, elértem az 5-ös szintet, úgyhogy most megyek akkor most meg tényleg oda, és akkor megnézzük, hogy milyen lett ez a harc, meg mindjárt választok ilyen csapatot. Az előbb fogtam egy 47-es szintű Pidgeotot, és most már ide is értem akkor ehhez a stadionhoz, és akkor kattítsunk rá. Nézzük meg, hogy itt mi lesz. Na szóval, wow, ez az, it's great, minden, tök jók vagyunk, start, igen, el akarom kezdeni. Jó, Steam, ez a team, igen, sárga, igen, yeah. Na melyiket fogjuk majd választani a három közül? Hát nem tudom pontosan, hát őket választom, a pirosokat. Úgyhogy a piros csapathoz csatlakozunk. Welcome to Team Red! Na, szóval akkor itt van egy Ichibanusuri, vagy valahogy így hívják, aki jelenleg itt van. És akkor lehet vele harcolni. Szépi 114-es neki a Pidgeotto, akit itt hagyott. Egyértelmű, hogy Venonattal fogok vele harcolni. Na, go!
Most nem nyúlok hozzá. És nem akarja betölteni a csatát. De, betöltötte. Ez az. Itt ütögetem az ellenfelét, mint az állat. Úgy tudom, hogy oldalra el lehet menni, hogy így kitérek a támadási jelől. Ez az. Akkor ütögetem őt. Jaj, ne, meghalt. Meghalt. Hú, de erős. Nem baj, ütögetem. Nem tudom, üssed, zubad, gyerünk! nem sok kell. Üsd! Ez az. Lejárt egy pidzsiattóját. Ja, de utána jön egy másik. Húha, 161-es? Na, erre nem számítottam. Párás. Pidzsi. Ajjaj, hát itt ki fogunk kapni, de nagyon. csapjad. Jó? Nem jó. Sparrow. Ez már nem jó ellene. Nagyon jó. Vesztettem. Hát jó van. Első harc volt. De azért kaptam 100 XP-t, nézzétek már. És akkor most már végre itthon vagyok, és összegezve tök szuper volt ez a nap, mert ugye kelt ki Pokémon a pokétojásból, szereztem 10 km-es pokétojást is, amiből elméletileg majd ilyen erősebb, jobb fajta Pokémon fog kijönni, akkor felhasználtam ezt az Incent, ugye ezt a csalogatót lényegében, és ezt ajánlom mindenkinek tényleg, hogy próbáljátok ki, hogyha kevés a Pokémon a környéketeken, mert így tök sokat tudtok majd szerezni. Akkor továbbá végre elértem az 5. szintet, és ugye a csapatból be tudtam állni, és igaz, hogy vesztettem, de ezt is be tudtam nektek mutatni, meg valamint ott volt még tényleg, hogy hogy kell őket fejleszteni, power up-olni, meg ilyesmi ugye, és ja, tényleg nagyon jó volt ez az egész. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok el egy lájkot, esetleg iratkozzatok fel a csatornámra, és tényleg, ha gondoljátok, írjátok le, hogy szeretnétek-e még látni ilyen pokémonos videót, vagy nem, tényleg várom mindenkinek a véleményét. Találkozunk legközelebb, sziasztok! Itt egy vad Pokémon, úristen, ez nagyon vad!